Sziasztok, üdv a csatornán! Ma Lilliputba látogatunk el. Mégpedig grill témában grill csirkét fogunk csinálni, pontosabban baby csirkét grillen, baby répával. Ez a gyönyörű jószág 12 órán keresztül ázott 6%-os sóoldatban, úgyhogy ezzel gyakorlatilag készen vagyunk, maga a fűszerezés döntő része megvan, nincs más dolgom, mint hogy fogom, és kiterítem, mert hogy napozni fog fönn a grillen. Szóval, fogom a jószágot, gerince mellett lehetőség szerint bevágok, tényleg gyönyörű, apró, pehelycsontú jószág, és az egészet fogom, és így kiterítem, de még nincs vége, mert jön még egy alapos fűszerezésre. Jöhet egy kevés olívaolaj, szépen alaposan bedörzsölöm vele. És ha ezzel megvagyunk, akkor viszont toljuk rá fűszerünket, ami most jelen esetben egy barbecue rub lesz, mert lusta dög vagyok, de egyébként bármilyen fűszerkeveréket, amit csak akartok, rá lehet tenni, és ugyanolyan jó lesz mindennel. Szépen kicsit átforgatjuk, mindenhova jusson, minden résbe, ugyanúgy, mint a nagy kiterített csirkénél, csak ez ilyen baby verzióban. Igen, gyakorlatilag azt csináljuk meg, csak nyilván a hús adottságaiból és lehetőségeiből adódóan ezt nem kell füstre tenni, teljesen felesleges. Annyira omlós, annyira zseng, annyira pici maga a jószág, hogy nincs értelme nagyon abuzálni. Fölteszem a grillre, lehetőség szerint nem túl forró grillre. Hogyha úgy néz ki az egész, hogy túl meleg, akkor fogom, és a faszenet, az izzó faszenet eltolom egyik irányba, gyakorlatilag egy kétzónás opciót alakítok ki, és a másik felén, az óra másik felén, ahol nincs közvetlen direkt hőhatásnak kitéve a hús, oda teszem, forgatgatom, és nagyon rövid idő alatt kész is leszünk. Ez megvan, úgyhogy irány a rács. És először bőrrel lefelé fogom föltenni. Így. Próbáljuk nem megégetni egyetlen részet sem. És rövid sütési idő, nem kell túl sok neki csirke, de mégis inkább egy galamb, vagy még az sem. Egy nagyon zsenge, nagyon könnyű hús, alaposan előkészítve, nem kell sok idő neki. És már érződik az illata, és imádom, és nagyon jó. Jó, most lazán fogom, és elkezdem fordítgatni. Úgyhogy most küldünk rá egy ilyet. Most alulról is megkaphatjuk egy icipicit, és aztán szépen sorban többször fogjuk majd forgatni, mint ahányszor gondoltuk volna. De nyilván azt meg kell akadályozni, hogy megégjen, odaégjen, és nem teszünk rá semmilyen fedőt. Tehát hogy ez gyakorlatilag tényleg a szabad ég alatt a faszénen fog megsülni, a parás fölött fog megsülni. Rövid idő, tényleg rövid idő kell neki. És mivel nem szeretném, hogy a csirke unatkozzon, ezért mellé teszem barátait, a babyrépákat, akiket gyakorlatilag grillen fogunk előkészíteni, de csak előkészíteni. Aztán majd szépen gyönyörűen be fogjuk fejezni egy öntött vas serpenyőben, pici vajjal, pici fűszerekkel, és kész. Szóval egyelőre ennyi, várunk, nézegetjük, forgatgatjuk, és rövid időn belül kész leszünk mindennel. A baby csirkének az elkészítésére van egy olyan módszer, hogy nyilván nem így csináljuk kint grillen, hanem bent és olajban szokták elősütni, körbesütni mindegyik oldalt, majd szépen lassan, ami azt jelenti, hogy alacsony hőfokon sütik, nem túl hosszú ideig, és aztán kész. Én ezt most jobban szeretem, kint szerintem a kinti sütéseknél nincsen jobb, most tök mindegy, hogy csináljuk faszinen vagy nem, kint a legjobb, de nem egyet kell sütni, nyilván sokat, mert egy embernek egy éppen hogy csak elég, de ahogy szokták mondani, jóból keveset adnak, vagy sokat sütünk, és mi emellett tartunk ki leginkább, úgyhogy sokat sütni mindenből, hogy jól lakjunk. És ezzel megvagyunk, a csirkénk röpke néhány perc alatt meg is sült, úgyhogy én fogom és leveszem, egy picit pihentetjük a jószágot, és következik a köret, ami pedig nem más, mint a már elősütött, előgrillezett répáink egy pici vajban, és dobunk rá majd némi fűszert is. És mivel alapvetően grill fölött azért viszonylag nehéz öntött vas lábast kézzel fogdosni, ezért ezt nem is teszem meg, hanem egyszerűen csak így gyönyörűen kesztyűben átforgatom ezeket a répácskákat, és már mehetnek is rá a fűszerek, nem kell túl sok minden. Én egyrészt teszek rá húszter, némi csilipehely, mert az erő is kell neki, és só és bors. Gyakorlatilag nincs más hátra, mint hogy készre pároljam itt a faszén fölött az egészet. Hamarosan kész is vagyunk vele, és jöhet a tálalás.
És gyakorlatilag ezzel teljesen meg is vagyunk. Répáink, bébi répák megsültek, köretet ki tudjuk szedni. Szóval, bébi csirke és bébi répa grillen kész. Na nézzük! Nézzük, nem kell ezzel vackolódni. Itt van barátom, tökéletesen gyönyörű. Itt a bébi répa. Itt a bébi csirke combja. Imádni való a bőr, és a hús pedig gyönyörűen szattos maradt, omlós maradt, benne van a füst, benne van a faszén minden energiája. Én imádom. Én megvettem. Komolyan. És nézzük őt. Mitől édes? Ja, a répa, persze. Egész egyszerűen zseniális. Ez hihetetlen. Úgy de jó. Imádom.